Költészet napja 2021. A porszemes fiatalok idén is lelkesen készültek. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevetnek, jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Már egy hete csak a mamára gondolok. Mindig megállva, nyikorgó kosárral ölében ment a padlásra, ment serényen. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen suhogva, kerintek, szálltak a magasba. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő, szürke haja lebben az égen, kékítő told az ég vizében. József Attila, kertész leszek. Kertész leszek, fát nevelek. Kellő nappal én is kelek. Nem törődöm semmi mással, csak a beoltott virággal. Minden beoltott virágom kedvesem lesz virágáron. Ha csalán lesz, azt se bánom. Igaz lesz majd a virágom. Tejet iszok és pipázok. Jó híremre jól vigyázok. Nem ér engem veszedelem, magamat is elültetem. Kell ez nagyon, igen nagyon, napkeleten, napnyugaton. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Lá, 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 lá. A pandémiás helyzet rányomta bélyegét a versválasztásra. Jó kedvet idén Dóró Sándor hozott a csapatnak. Egy pár éve elkezdtem írni verseket, és ezzel az a célom, először saját magamból kezdtem ki az érzéseimet, gondoltam, mert aztán elkezdték így a Facebookon olvasgatni az emberek, és rájöttem, hogy ezáltal tudok adni nekik ebben a szürke világban, és ez nagyon jó érzéssel tölt el. Nagyon spontán jönnek a versek, megedünk két sor a fejemben, és körülbelül 5 perc alatt megírok egy verset, amit utána már el is felejtek, tehát gyorsan le kell írnom, teljesen minden milyen szituációban vagyok. Sokat vagyok Budapesten volt, hogy metró megállóban álltam, jött a két sor, gyorsan telefonjegyzetében megírtam, és kész, ennyi. A nagy kirakat firkálást évekkel ezelőtt egy debreceni példa alapján Hegedűs Elek kezdeményezte, melyhez egyből társult a porszem. Ezt a versírást mi évekre visszamenőleg megismételjük minden tavasszal. Ez az egész Debrecenből, ötletből került hozzánk. Mi ezt valamennyi a segítőimmel kézzel írjuk, azt hiszem, hogy így hiteles. A jelenlegi járványhelyzetben azt hiszem sokat segít az embereknek, akik megállnak és elolvassák. Ebből a jelenlegi helyzetből kikeszmeregni. Remélem, hogy tudunk ezzel egy szellemi táplálékot, lelki feltöltődést adni, hogy mind vidámabban térni az életüket, hogy mind jobban kikerüljünk a jelenlegi helyzetből. A város közel 40 üzletének kirakatára 7 buszvárónak az üvegfelületére kerül. Van olyan, nagyon sok üzletben van, ahol a maga a tulajdonos kéri, hogy ő neki a kedvenc versét írjuk rá. S ha már számokról volt szó, hallgassuk az idei ünnep számunkra legfontosabb versét Márkus Luca szoboszlói színésznő előadásában. József Attila. A számokról. Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is, mintha sok egyes volna az írkában. Hanem ezek maguk számolódnak, és csodálkozik mód fölött az írka, hogy mindegyik csak magára gondol. Különb akar lenni a többinél, s oktalanul külön hatványozódik. Pedig csinálhatja a végtelenségig. Az egy, íjformán mindig egy marad. És nem is szoroz az egy, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok. Adódjatok össze. Hogy roppant módon felnövekedvén az Istent is, aki végtelenség, valahogyan megközelítsétek.